Ez a Nyíregyházi Televízió híradója 2024. szeptember 18-án este 7 órától kezdünk! Szakmafest, több száz érdeklődő fiatallal telt meg szerdán a belváros. Egészségváros, Nyíregyházán tartja programsorozatát a Richter. Párbeszéd, szakemberek és diákok tanácskozása a nyíregyházi ifjúságért. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Egyre többen választják a szakképzést, ennek oka lehet a minőségi oktatás, az ösztöndíjrendszer, illetve hogy több mint 170 szakma közül választhatnak a diákok, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára Nyíregyházán. Második alkalommal szerveztek Szakmafest rendezvényt a belvárosban, ahol helyi középiskolák, valamint a kis- és nagyvállalkozások is bemutatkoztak. Csecsemő és gyermekápoló, egészségügyi asszisztens, szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens, csak néhány szakma, amit a Zay Anna Technikum kínált a Szakmafesten. Nagy volt az érdeklődés ennél a standnál, többen is a szociális és egészségügyi pályára készülnek. Egészségügyi szakmák után, mert érdekel az mentő, hogy meg lehet menteni az embereket, segíthetek rajtuk, és ez érdekel. A közintézmények standjai az általános iskolásokat szólította meg, de a szervezők gondoltak a középiskolásokra és a fiatal felnőttekre, valamint a karrierváltókra is. Így a kis- és nagyvállalatok is megjelentek a Szakmafesten. A Kossuth téren többek között a dél-koreai W-Scope is várta az érdeklődőket, de az olyan nagyvállalatok standjainál is nagy volt a tömeg, mint a Hübner, a Jász Plastik, a Colorpak vagy a Lego. Az egésznapos fesztivál nagy segítség lehet azok számára, akik már tudják, hogy milyen pályán szeretnének tovább tanulni, de amíg bizonytalanok is kaphattak számukra kedvező javaslatot. Még nem annyira tudom, de lehet, hogy inkább a szépségiparra szeretnék foglalkozni. A Szakmák utcájára mentünk, mert hogy az Évízbe járunk, és meg szerettük volna ismerni a többi ilyen szakmát. A fesztivál résztvevői tematikusan ismerhették meg a kínálatot, volt kreatív és startup utca is, de az egyetem tér és az agrárudvar is várta őket. Széles összefogás eredménye, hogy egy ilyen egyedülálló fesztivált rendez Nyíregyháza, ahol a diákok, az intézmények és a foglalkoztatók egy időben egy helyen lehetnek, hangsúlyozta a város alpolgármestere. Erre már második alkalommal nyílt lehetőség. A tavalyi nagy sikerű rendezvény után nem volt kérdés, hogy idén is megrendezik a Szakmafestet. Egy város fejlődésében, egy város távlati céljai között mindenféleképpen prioritást élvez az, hogy a társadalma egészségesen fejlődjön, hogy a fiataljai, hogyha esetleg el is mennek innen, de esetleg visszajöjjenek, itt alapítsanak családot, ide kötődjenek, és ehhez nem csak egy ilyen nagyszerű rendezvény, mint a Szakmafest járul hozzá, hanem nagyon sok olyan más is, amely Nyíregyházát vonzóvá, élhetővé, fiatalossá és lüktetővé teszi. A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium tánctagozatos diákjai egy flashmobbal mutatkoztak be a belvárosban. Pölöskei Gáborné ehhez a tánchoz hasonlította a szakképzést is. Színes, rugalmas, élvezhető, de mégis van benne valami egység, fogalmazott a helyettes államtitkár. Az, hogy egyre többen választják a szakképzést, valóban így van, de miért is? Hát talán azért, mert egy minőségi oktatást ad. Olyannyira ad minőségi oktatást, hogy ma már a felsőoktatásban a szakképzettek végzett 20%-át gyakorlatilag felvették. Mert őnekik ez volt az álmuk, hogy mérnökök legyenek, technikusból mérnök. Gyakorlatilag így a technikum, a mérnök képzés előszobája kezd válni, és ez a célunk, ez volt a szándékunk. A szakképzés ösztöndíjat ad, közel 180 alapszakmára alapképzettséget biztosít, tette hozzá a helyettes államtitkár. A szakképzésben ma már karrier van, hangsúlyozta Pölöskei Gábor Nyíregyházán.
A szervező Nyíregyházi Szakképzési Centrum kiemelt feladatának tekinti, hogy a hozzátartozó szakképző iskolák révén a térségi munkaerőpiaci igényeket kiszolgálja, az itt végzett diákok piacképes tudással, a leendő munkahelyük által elvárt szakmai és személyes kompetenciákkal rendelkeznek, valamint különös figyelmet kap a digitális kompetenciák fejlesztése is. Az egészségtudatosság és betegség megelőzés jegyében tartja meg Nyíregyházán is a Richter Gedeon az Egészségváros programját október 5-én. Erről tartottak sajtótájékoztatót kedd délután a Városházán. Az egészségre nevelés mellett a rendezvénnyel a Józsa András Tagkórházat is adománnyal kívánják támogatni. Egészség ezreknek, milliók a tagkórháznak. Ezzel a szlogennel szervezte meg a Richter Gedeon Egészségváros programját, melyet ezúttal Nyíregyházán tartanak majd október 5-én. Az egészségtudatosságot és betegségmegelőzést népszerűsítő programsorozat lehetőséget biztosít arra, hogy ingyen vehessenek részt a helyi lakosok egészségügyi szűréseken, tanácsadásokon. A rendezvény céljáról Gál Olasz Sarolta, a Richter Gedeon NRT csoportvezetője adott tájékoztatást. Elmondta, már 2009 óta szervezik ezt a rendezvényt, mely már rengeteg helyen megfordult. 2009-ben indult útjára Richter Egészségváros program, a mai napig 104 alkalommal rendeztük meg városonként a város és a kórházak együttműködésével közösen. Az egészségváros programnak az elsődleges célja az a lakossági edukáció, a lakosságnak lehetőséget adni olyan szűréseken, tanácsadásokon való részvételre, ami a mindennapi testi, lelki jólétünkhöz fontos és elengedhetetlen. Másodszorban, ami a programnak a célja, az az, hogy az adott kórháznak a támogatását tudjuk biztosítani, méghozzá oly módon, hogy a Richter 3,5 millió forint alapadományt ajánl fel, és az alapadományon felüli összeget pedig a lakossági összefogásnak köszönhetően lehet gyűjteni. Bárki részt vesz szűrésen, tanácsadáson, kiegészítő programon, mindenki plusz 500-500 forinttal az alapadományt tudja növelni, és a nap végén derül ki, hogy az alapadomány végül mekkora adományösszegé fog gyarapodni. A családi programokon, illetve a szűréseken túl előadásokat hallgathatnak meg a Kossuth térre látogatók, ezen a kórház munkatársai is részt vesznek majd. A TAG kórház számára nagyon sokat jelent ez a lehetőség, melyről dr. Franz Mónika orvosigazgató beszélt. Szerkesztőségünknek elmondta, nagyon fontos a kórháznak, hogy a lakosságot a lehető legjobb egészségügyi állapotban tudják tartani, ezért is lényeges, hogy az adománnyal fejleszthessék az épületeket. Ez egy óriási lehetőség a kórházunknak. Alapvetően onnan induljunk ki, hogy egy kórház, egy ilyen megyei ellátóintézmény, mint amilyen a Nyíregyházi Kórház is, a legfontosabb feladatának tekinti azt, hogy a lakosságot a lehető legjobb egészségi állapotban tudja tartani. Ennek az egyik legfontosabb eleme a prevenció, amire a szakrendelőkben, a kórházi bentfekvések alatt azért jóval kevesebb lehetőség nyílik, mint egy ilyen rendezvényen. Ugye a prevenció lényege az, hogy a betegségeket időben kiszűrjük. Nem véletlenül ezen a programon nagyon sok szakma fogja magát képviseltetni, és olyan vizsgálatokat lehet itt elvégezni, olyan szűrővizsgálatokat, amik ezeket a betegségeket, gondolok itt nőgyógyászati, belgyógyászati, diabetológiai, neurológiai, pszichiátriai betegségekre, amiket időben kell megfogni ahhoz, hogy aztán megfelelően tudjunk kezelni. Az orvosigazgató szerint, ha a programok javíthatják a lakosság egészségtudatosságát, már nagy előnyre tehettek szert. Azt is kiemelte, a befolyó adományból a kórtermeket szeretnék olyan állapotba hozni, hogy azokban nyáron a nagy melegben is a legjobb körülmények között lehessenek az ellátottak. Dr. Franz Mónika még elárulta, aki a szűréseken részt vesz, akár helyben időpontot szerezhet további szükséges vizsgálatokra, kikerülve a hosszabb várakozási időket. Nyíregyháza önkormányzata számára az egészséges élet népszerűsítése nagyon fontos. Jászai Menyhért alpolgármester hangsúlyozta, az egészségügyi alapellátás kötelező feladatköre az önkormányzatnak. Ezért is tart a témában egyre több rendezvényt a város.
tegyünk meg mindent azért, mi is, mint önkormányzat, ami a mi szerepünk, és maguk az emberek saját magukért, amit megtehetnek, hogy megőrizzék az egészségüket. Ha esetleg már kialakult egy betegség, akkor pedig az ne romoljon, hanem javuljon, van éppen szinten tudjuk tartani, hogy minél több aktív életet tudjunk leélni. Ugye ez egy közös társadalmi cél, és ebben az önkormányzatnak nagyon komoly feladata van, nem csak azzal, hogy az egészségügyi alapellátást fenntartja, hanem keressük azokat a kapcsolódási pontokat a kórházzal, hogy más szereplőket, civil szervezetekkel, vagy for-profit vállalkozásokkal, mint jelen esetben is, amivel meg tudjuk mozgatni a nyíregyháziakat, és olyan eszközhöz juttatjuk, jelen esetben olyan szűrési tanácsadási programokon vehetnek részt töményen, ami ilyen felhozatalban, ilyen kínálattal nem elérhető, és ahogy elhangzott, a kórházban egy protokoll. Itt nincs, van 40 sátor, van 40 szűrési pont, az ember ki oda megy, ami neki kedvére telik, és összeállt egy olyan mixet, hogy ő mit szeretne magán, milyen szűrést elvégezni, milyen problémával keresne meg szakorvost, és azonnal kap tanácsot. Tehát ez egy egyedülálló és visszaemtérő lehetőség a nyíregyháziak számára. A város önkormányzata és a Richter tavaly december óta áll kapcsolatban a rendezvény miatt. Tavasszal pedig el is kezdődtek az előkészületek a programra. Az elmúlt két hónapban komolyan dolgozott a város és a Richter, hogy az egészségváros minél szervezettebben és izgalmasabban telhessen majd. Jászai Menyhért éppen ezért úgy gondolja, mindenkinek ott lesz a helye október 5-én a Kossuth téren, ahol az érdeklődők az év egyik legnagyobb rendezvényén vehetnek majd részt. Szakmai párbeszéd az ifjúságról címmel szerveztek találkozót kedden a Korona Hotelben. Az önkormányzat, a diákpolgármesteri iroda és a Musterház közös programján pedagógusok és gyermekekkel foglalkozó szakemberek is részt vettek. A rendezvény célja az volt, hogy erősítse a közvetlen kommunikációt a nyíregyházi diákok, a városvezetők és a szakmai szervezetek között. Dr. Úrik Attila alpolgármester az eseményen kiemelte, Nyíregyháza fiataljainak megtartása kulcsfontosságú a város jövője érdekében. Diákok és szakemberek együtt tanácskoztak a Szakmai Párbeszéd az ifjúságról elnevezésű program keretében kedd délután a Korona Hotelben. Az esemény, amely az ifjúság jövőjére összpontosított, az önkormányzat, a diákpolgármesteri iroda és a Musterház közös szervezésében valósult meg, lehetőséget biztosítva a fiatalok számára a városvezetéssel való közvetlen eszmecserére. A rendezvényen, amelyen gyermekekkel foglalkozó szakemberek is részt vettek, a diákalpolgármester hangsúlyozta, az ilyen találkozók nem csak a helyi, hanem a nemzetközi programok népszerűsítésére is alkalmasak. Főként az Erasmus szeretném kiemelni, hogy mennyi sok utazási lehetőségük van, és sajnálatos módon nagyon sok diák nem is tud erről. Ez lesz a fő téma, az, hogy nyíregyházi döntéshozókkal tudnak találkozni, bele tudnak nézni a város kormányzásának a háttereibe, és ez is azért egy nagy ritkaság, főleg a fiatalok számára. Az, hogy milyen sok kompetenciájukat tudják fejleszteni az ilyen programok által. A diákpolgármester elmondta, a cél, hogy a diákpolgármesteri iroda programjairól és munkájáról minél több iskola és tanár értesüljön, biztosítva ezzel a gördülékeny kommunikációt. Rámutatott, a diákok és az iskolák közötti hatékony párbeszéd főként a tanárok megszólításán múlik. A mai rendezvény célja, hogy a város iskolái tudomást szerezzenek a nyíregyházi diákpolgármesteri iroda programjairól, munkásságáról, illetve ennek fontosságáról, és hogy ezt minél több iskolába ugye tudjuk híresztelni. Először mindenképpen a vezetőséget, illetve a tanárokat kell megszólítsuk ahhoz, hogy gördülékenyen működjön közöttünk a kommunikáció, akár a diák-diák között, illetve az iskolák között, illetve a diákpolgármesteri irodával. Dr. Úrich Attila alpolgármester az eseményen úgy fogalmazott. Nyíregyháza jövője a fiatalokban rejlik, hiszen egy város akkor lehet sikeres, ha képes megtartani fiataljait, és ők itt képzelik el a jövőjüket. Gyerek nélkül nincs oktatási rendszer, felnövő fiatalok nélkül pedig, ahogy mondtam, nincsen város. Ezért az a tervünk, hogy tényleg egy olyan rendet építünk, amely már lemenve az iskolákba, legalább felhívja azokra a dolgokra a figyelmet, hogy miért is jó Nyíregyházán lakni, miért jó itt tanulni, miért jó visszajönni. Ebben van egy nagy önkormányzati rész, hiszen önök megteszik azt, hogy kiképzik a gyerekeket. A gyerekeken az múlik, hogy maradnak-e itt szakmában, vagy elmennek, és itt tanulnak, vagy visszajönnek. A városnak meg az a dolga, hogy teremtsen elég munkahelyet, és teremtsen olyan lehetőséget, ahol az első
fészekrakás az könnyen megy. Az alpolgármester hozzátette, az önkormányzat célja olyan programok létrehozása, amelyek révén a város fiatalosabbá válhat, és a helyi munkahelyteremtés révén vonzó maradhat a következő generációk számára. Továbbá az önkormányzat támogatja az ifjúsági kezdeményezéseket, mivel ezek hosszú távon a város fejlődését szolgálják. Sikerekkel zárta az idei nyári szezonját az Aquarius élmény és parkfürdő. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Két személygépkocsi ütközött össze a Kálói út, a Tüzér és a Kéményseprő utcai körforgalomban. A balesetben senki sem sérült meg, azonban a felek a hatóság segítségét kérték, mert a felelősség kérdésében nem tudtak megegyezni. Útszűkület, sebességkorlátozás, útépítés, előzési tilalom lépett életbe a Kossuth utcán, a Dohány és a Sarkanty utca között. Egy szennyvíz átemelőt építenek ki, ami a gépjármű forgalom mellett a gyalogos és a kerékpáros forgalmat is érinti. Az építkezés előreláthatóan egy hónapot vesz igénybe. Ismeretlen vegyi anyaggal öntöttek le három személygépkocsit a Csipke utcán szerda virradóra. A rendőrség bűnügyi helyszínelést tartott, és nyomozást kezdeményeztek ismeretlen tettesek ellen. Összeütközött egy személygépkocsi és egy busz szerdán a Kert utcán kora délután. A buszon gyerekek utaztak, de szerencsére senki sem sérült meg. A személygépkocsi épp elindult, amikor a védett útvonalon haladó busz mellé ért és összeütköztek. A gyerekekért mentesítőjárat érkezett. Sikerekkel zárta az idei nyári szezonját az Aquarius élmény és parkfürdő. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatója Matavovszki Dániel sajtótájékoztató keretében elmondta, az előző évhez képest kiemelkedő számú vendéget fogadhattak az elmúlt 8 hónapban. A strandidőszak hivatalosan is véget ért, így a múlt héten bezártak a kültéri medencék, a fürdő szokásos őszi programjai azonban az év további részében is várják majd a vendégeket. Egy újabb kiemelkedő nyári szezonon van túl az Aquarius élmény és parkfürdő. Erről és az év hátralévő részéről adott tájékoztatást Matavovszki Dániel, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatója kedd délelőtt az élményfürdőben. Mint azt elárulta, az idei év elmúlt 8 hónapja már most sikeresebb volt, mint az előző. A nyári szezon ugye véget ért, és szerencsére az időjárás is mellénk állt, és nagyon szép nyári szezon tudtunk produkálni. 250 ezer főt tudtunk így a nyári 3 hónap alatt fogadni, és az első 8 hónapban, augusztus végéig ez a szám már eléri a 335 ezret, ami a tavalyi évhez képest jóval magasabb, hiszen 47 ezerrel több vendéget fogadtunk augusztus végéig, mint az előző évben. Ennek részben az egyik oka az a kiemelkedő időjárás és az erős nyári szezon, a másik oka pedig az, hogy a tavaszi szezonban, illetve az évelei téli időszakban számos olyan újítást vezettünk be, amit szerencsére a vendégek nagy kedvel fogadtak. Ugye új jegytípusokat vezettünk be, ez a termáljegy, amivel a vendégek csak külön a termálmedencére is tudnak egy, illetve a termál részlegre is tudnak egy rendkívül kedvező áron belépőjegyet váltani. Kibővítettük a nyugdíjas napoknak a számát, korábban hétfőn volt egy nagyon kedvezményes belépési lehetőség a nyugdíjasoknak, ezt bevezettük, hogy csütörtökön is tudják érvényesíteni ezt a kedvezményt. A kedvezményes jegyek mellett számos más programot szervezett az élményfürdő vendégeknek. Voltak szaunaprogramok, a nyári szezon alatt éjszakai fürdőzés, családi napok, a múzeumfaluval együttműködve pedig kézműves napok is voltak. Továbbá a Kálai gyűjtemény is közreműködött, a múzeum munkatársai ugyanis bemutatókat tartottak a vendégeknek. Matavovszki Dániel az év hátralévő időszakáról is beszélt. Kijelentette, a strandszezon hivatalosan is véget ért, a kültéri medencéket múlt héten teljesen lezárták. Biztosítottuk még szeptember elején is ebbe a kánikulába a vendégeknek a strandolás lehetőségét. Most már azonban így a hűvösebb időbe köszöntével teljesen lezártuk a strandterületet. Ugye a tófürdő is bezárt, úgyhogy most az élményfürdő az egyedüli szolgáltatásunk, amit kínálunk a vendégeinknek. A jól megszokott programokat megtartjuk. Visszavezettük ugye a nyugdíjas napokat, amik nyáron nem voltak elérhetőek, illetve visszavezettük a termeljét, ami szintén nyáron nem volt elérhető, és továbbra is tartjuk két hetente szombaton a szaunaesteket, ahol ugye különleges vendégszaunamester, díjnyertes vendégszaunamesterek is jönnek ide programokat tartani, úgyhogy reméljük, hogy
a tavaszi és az évelei szezonhoz hasonló vendégszámot tudunk majd produkálni. Reméljük, hogy a vendégek továbbra is szeretettel fogadják ezeket az akciókat és ezeket a programokat. Még azt is megtudtuk, a belépőjegyek ára idén már nem fog változni. Az év elején bekövetkezett hétvégére vonatkozó 5%-os jegyáremelkedés összege, valamint az eddigi hétköznapi jegyárak meg fognak maradni. Tekintve pedig, hogy számos akciót visszavezettek őszre, a vendégek kedvezőbben vehetik újra igénybe a szolgáltatásokat a nyári szezonhoz képest. Hétfőtől elindul a Mozdulj Nyíregyháza következő szezonja. Több új foglalkozás is várja a város lakóit, és a városi stadionban megépült szabadidősport központban is számos programot tartanak majd. Ismét ingyenes órát tart Katus Attila és Rubint Réka a nyíregyháziaknak. Új szabadidősport központ, megszépült strandröplabda és streetball pálya, valamint kondipark, 630 méteres rekordtán futókör. Hétfőtől birtokba vehetik a nyíregyháziak a városi stadion szabadidős létesítményeit. A műfüves kispályákat már használják a labdarúgók, a jövő héten pedig elkezdődik a Mozdulj Nyíregyháza új szezonja sok újdonsággal. Új mozgásrendünk nagyon sok új foglalkozást és új helyszíneket is tartalmaz. A tavalyi és előző félévi 40 foglalkozás helyett idén már 59 foglalkozás várja a nyíregyháziakat, és java része itt az új szabadidősport központunkban, hiszen ez is volt a célunk, amit megálmodtunk 3 éve, azt most megnyitjuk a nyíregyháziaknak. Mozdulj Nyíregyháza hétköznaponként délelőtt és délután is várja itt majd a nyíregyháziakat új foglalkozásokkal. Újdonság lesz a Medical Fitness, melynek keretében szakoktatók tartanak órát, akik jól ismerik a különböző betegségek rehabilitációs kezeléseit, illetve a prevenciós módszereket. Amennyiben a házi orvosok szükségesnek tartják ezeket az órákat, Nyíregyháza ingyenesen biztosítja azt a résztvevőknek. De lesz hagyományos gerinctorna, stresszoldó jóga és számos családi program is. Nordic walking, kölyök, tenisz, medibal és gymstick órák is vannak. Több foglalkozás online regisztrációhoz kötött a termek befogadó képessége miatt. Az új helyszínek mellett a régiek is megmaradnak. A stadionban arra is gondoltak, hogy a család minden tagja együtt lehessen. Itt a szabadidősport központot igyekeztük úgymond megtervezni, hogy mondjuk amíg apa kispályás focin van, akkor anya addig tud futni a rekordtánon, vagy a kicsivel itt a gyerek foglalkoztatóban azt az 1-1,5 órát el tudják tölteni. De ugyanez az utánpótlás edzőknek is. Ha a szülő elhozza a gyereket edzésre, azért főleg hidegben ne álljon 1,5 órát ott a pályaszélén, ez mindenki számára nyitott. Van egy büfénk, ami tényleg kiszolgálja az ide érkezőket, és mi azt szeretnénk, hogy itt tényleg egy munka után egy kicsit megpihenni, és a közösségbe együtt lenni, beszélgetni. Egy nagyon jó helyszín, és reméljük fogják szeretni. A Mozdulj Nyíregyháza nagy rendezvényei sem maradnak el. Szeptember utolsó hétvégén jön a Bringaváros, októberben Katus Attila tart ingyenes órát, novemberben pedig a Fit szülinapon Rubint Réka mozgatja majd meg a városlakókat. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer, röviden. Egyre többen választják a szakképzést, ennek oka lehet a minőségi oktatás, az ösztöndíjrendszer, illetve hogy több mint 170 szakma közül választhatnak a diákok, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára Nyíregyházán. Második alkalommal szerveztek szakmafest rendezvényt a belvárosban, ahol helyi középiskolák, valamint a kis- és nagyvállalkozások is bemutatkoztak. Az egészségtudatosság és betegség megelőzés jegyében tartja meg Nyíregyházán is a Richter Gedeon az egészségváros programját október 5-én. Erről tartottak sajtótájékoztatót kedd délután a Városházán. Az egészségre nevelés mellett a rendezvénnyel a Józsa András Tagkórházat is adománnyal kívánják támogatni. Szakmai párbeszéd az ifjúságról címmel szerveztek találkozót kedden a Korona Hotelben. Az önkormányzat, a diákpolgármesteri iroda és a Mustárház közös programján pedagógusok és gyermekekkel foglalkozó szakemberek is részt vettek. A rendezvény célja az volt, hogy erősítse a közvetlen kommunikációt a nyíregyházi diákok, a városvezetők és a szakmai szervezetek között. Dr. Úrik Attila alpolgármester az eseményen kiemelte, Nyíregyháza fiataljainak megtartása kulcsfontosságú a város jövője érdekében. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!